A skála melletti parkoló festésén dolgoztak délelőtt a munkások. 3000 négyzetméternyi felületet festenek újra idén-nyáron a városgondnokság szakemberei a városban, hiszen a táblák és a jelzőlámpák mellett az útburkolatra festett jelzések is fontosak a biztonságos közúti közlekedésben. Ezért a város teljes területén zajlik a jelek felfújása, kiemelt figyelmet fordítva a tömegközlekedési útvonalakra és a gyalogátkelő helyekre. Akkor a forgalom a városban, a forgalomterhelés némely utakon, hogy ott évente ezt a munkát el kell végezni. Székesfehérvár területén mintegy 25 ezer négyzetméternyi burkolati jel található. Ezek felújítása évi rendszerességgel történik, különös tekintettel a nagyforgalmú útvonalakra, csomópontokra és a gyalogátkelő helyekre. A tömegközlekedési útvonalak jeleit is minden évben felújítja a városgondnokság. A festési munkálatok miatt a városban több helyen kisebb forgalomkorlátozásokkal is kell számolni, ezért az autósoktól fokozott figyelmet kérnek. Ha kedvezőek lesznek az időjárási körülmények, a munkák várhatóan augusztus végéig tartanak majd.